A nők esélyegyenlőségével a társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepével foglalkozik a Nő a Siker Alapítvány. Minden évben konferenciát tartanak Lilafüreden, ahol idén a nőben az energia lesz a téma. Az alapítvány segíti a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű gyermekek társadalmi beilleszkedését is. Miskolcon egy készségfejlesztő iskolát is működtetnek, ahol szakmát tanulhatnak ezek a gyerekek. Az alapítvány idei konferenciáján az iskola javára árverést rendeznek. Lesz tehát téma bőven a ma reggel első beszélgetésében. Stefán Zoltán folytatja vendégeinkkel. Köszönöm szépen, Ferenc, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégeimnek is, Csöbör Katarinnak, a Fidesz országgyűlési képviselőjének, aki most, mint a nő a siker alapítójaként van elsősorban a jelen, és Matis Csákéva, a nő a siker alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok önöknek! Hölgyek, kérem, kezdjük azzal, hogy az elmúlt száz évben azért óriásit változott a világ, a, a női szerepek is hatalmasat változtak a politikában, a társadalomban és a gazdasági szerepükben is jelentős előrelépés történt, megváltozott. Hol van most létjogosultsága arról beszélni, hogy a nőket mely területen kell segíteni az érvényesülésben? Igen, tehát a Nő a Siker alapítvány minden évben, így idén is megszervezi a Nő a Partnerség című konferenciáját, és ez már a hatodik alkalommal fog megtörténni, és jól hallottuk Léla Füreden a Palotta szállóban lesz március másodikán, így mindig nőnap környékén szervezzük a, a konferenciát. A nők esélyegyenlőségével, a nők a társadalomban és a gazdaságban betöltött szerepükkel foglalkozik, mindig egy-egy tematikára építkezünk, és idén a Nőben az Energia címmel zajlik ez a konferencia. És számos határon túli civil szervezeti tag, képviselő is bejelentkezett már a, a konferenciára. Az idei konferenciánknak a fővédnöke pedig Konc Zsófia országgyűlési képviselő, és egyben az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese lesz, a díszvendégünk pedig Vitályos Eszter, szintén miniszterhelyettes asszony lesz. Katalin említette, hogy nőben az energia, ez a címe a mostani konferenciának, és hát azt gondolom, ez egy nagyon széles témakör, sokféle területen lehet tetten érni azt, hogy a nőkben milyen energia van, hogyha a családot nézzük, a munkavállalást, vagy akár csak a sport területét. Mire fókuszálnak ezen a konferencián? Igyekszünk minél több területet érinteni, tehát a nő a családmozgatója, most már egyre többen egy, egy dolgozunk a család mellett, tehát nagyon fontos, hogy energikusak legyünk, hiszen mi vagyunk a példa a gyerekeink számára, úgyhogy foglalkozik a konferenciánk a táplálkozással, mozgással, a munkával, esetleg, hogyha lelkileg egy kicsit összébb, esünk, tehát a, sok munka, a sokféle munka miatt, akkor a lelkünket is fogjuk ápolni ezen a konferencián. Mi a célja egy ilyen konferenciának? Mi az, amikor azt mondják, hogy most megérte, most elérte a kívánt hatást? Mint mondtam, sok résztvevője lesz a konferenciának. Nagyon sok nagykövet és konzul asszony is bejelentkezett, hiszen a konferencia végén lesz egy záró modul, ahol a alapítvány a fogyatékossággal élő gyerekeknek is tanít zenét, és az ő produkciójuk fog következni egy jótékonysági árveréssel, ahol a az iskola alkotásaiból, vagy festőművészek felajánlásainak a képeiből tudunk árverést szervezni, és a begyűjtött összegből pedig tudjuk támogatni az iskolát, és gondolunk a törökországi és szíriai földrengés károsultjaira is. Igen, hiszen az alapítvány nem csak a nőket, hanem a hátrányos helyzetű gyermekeket és a sajátos nevelési igény gyermekeket is támogatja már évek óta. Így van. Hogyan tudják ezt a munkát elvégezni? gyakorlatilag mely területekre ér el a kezük. Igen, nagyon fontos számunkra, hogy az elesetteket támogat, támogassuk. Van egy támogató szolgálatunk, a, a kék, Abba segítenek a, a rászorult és fogyatékossággal élő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy segítünk a szállításba, tehát, hogyha orvoshoz, vagy adott esetben iskolába kell, menni, akkor a támogató szolgáltunk segítségével ezt meg tudjuk oldani. Azon kívül folyamatosan tartunk kompetenciafejlesztő oktatásokat a ö, olyan területen élő, nőknek elsősorban, de nyilván itt is azért férfiak is előfordulnak, amivel abba támogatjuk őket, hogy vissza tudjanak helyezkedni a munkavilágába. Azon kívül ugye az iskoláról már beszéltünk, hogy itt fogyatékossággal élő gyerekek tanulnak, hát ez azt jelenti, hogy hallás, látás, mozgássérül gyerekek vannak, figyelemzavaros gyerekek, és ugye nekik különleges oktatásba kell részesülni. Ebbe az iskolába azon kívül, hogy készségfejlesztő oktatás van, különböző szakmákat is tanulnak, így mint fazekas, ságot, asztalos, festenek, rajzolnak, nyomdásznak tanulnak, és az ők is alkotásaik lesznek egyébként most az árverésen felajánlva, és az a cél, hogy az ebből befolyt összeget az, iskolak, az iskolára, milyen így van. lehet majd akkor ott licitálni? Lesznek festmények, lesznek, amit a fazekas műhelyben készítenek, kis tárgyak esetleg szobrocskák, és hát vannak olyan festőművészek, művészek, akikkel még most is tárgyalunk, akik felajánlanak képet, és nyilván azok talán értékesebbek. Nekünk a gyerekek alkotásai mindig nagyon értékesek, úgyhogy ebből befolyt összeget szeretnénk jó célra fordítani. Igen, és hát nyilván egy-egy ilyen intézménynek a segítése, a gondoskodás, amit a gyerekek kapnak, az végső soron a családban hasznosul majd. Így van, neked is. az is nagyon fontos számunkra, hogy olyan szakmát tanuljanak, amivel utána a munkavilágába be tudnak e, épülni és tudnak majd dolgozni de azt még nagyon szeretném megemlíteni, hogy azon kívül, hogy, hogy támogatjuk a, a rászorultakat, elesetteket, ezt nem tudnánk egyedül megtenni, és nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk, úgyhogy ezúttal szeretném megköszönni az önkénteseknek a munkáját, hiszen az ő munkájuk az, az értékük pénzben nem mérhető. És azt is említette a képviselő asszony hogy határon, innen is túli civil szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, tanulunk egymástól, illetve elmondhatom, hogy most már hagyományosan van egy civil szervezet határon túlról, aki minden évben támogatja a kisiskolások iskola kezdését, és, azt gondolom, hogy ezért érdemes nekünk dolgozni, hogy amikor átadjuk a gyönyörű iskolatáskákat, a csillogók szemek, a mosoly, a boldogság az arcukon, ezért megéri bármit tenni. Még egy kérdés, ne meg nekem, hogy visszakanyarodjunk a konferenciához. Az, meg lehet azt fogalmazni egyértelműen, hogy mi a legnagyobb kihívás egy nő számára most a 21. században? Hát mindig vannak kihívások, de talán nekünk helyt kell állni otthon a családban is, és, és hát a, a, munkavilágában is, tehát amikor kisgyerek van, mondjuk nekem most már nagy gyerekeim vannak, de én emlékszem, amikor elkezdtem a képviselősködést, és akkor nem tudom hány rendezvényen vettem részt, vasárnap mondjuk ünnepségek alkalmával, és akkor hazamegyek, és akkor a fiam megkérdeztem, és akkor ebéd lesz, tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy őket szeretjük mi kiszolgálni. Csöbör Katalinnak és Matis Csák Évának köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindenről beszélhettünk. Mi köszönjük. Köszönöm szépen.